Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Kedre hirdette meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a Szolidaritás napját. Ennek alkalmából Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke ellátogatott a budapesti Vörös Marti Mihály gimnáziumhoz, ahol egy szár rózsát helyezett el a tiltakozók táblái és molinói elé. Az MSZP politikusa szerint Orbán Viktoréknak szembe kell nézniük azzal, amit az elmúlt években a kormány művelt az oktatással. Ha ez nem történik meg, nem lesz, aki tanítson, és Magyarország jövője teljes bizonytalanság. Itt van Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azon gondolkozom, és erről beszélgettünk az előbb itt a hírek alatt Somodi Solymos Eszterrel, a ma reggeli műsor szerkesztőjével, hogy még a pedagógus társadalom 90%-a hallgat, legfeljebb a felmondását adja be, de egyébként nem társul a különböző megmozdulásokhoz, addig a kormány nyugodtan mondhatja, hogy hát nincs itt semmi látnivaló. Hát amikor nagyon sokan, több tízezren mentek ki az elmúlt években, akkor is sem igazán figyelt oda erre, sajnos, különben nem tartanánk itt. De ez nem jelenti azt, hogy mindazok, akik egyébként úgy látják, hogy joguk van mindenféle korlátozások ellenére felszólalni azért, hogy ebbe az országba, ha nincs jó oktatás, nem lesz tudásalapú társadalom és tudásalapú gazdaság, hogy felszólaljanak a szülők, a pedagógusok, a gyerekek azért, hogy az iskola, az oktatás, az tényleg a magyar nemzetnek a jövője, egy félperifériás egyébként sok tekintetben az elmúlt 10 évben egyre inkább a saitól, tehát a környező országoktól is lemaradóban lévő ország nem fog tudni megfordulni, nem fog tudni egy jó létet biztosítani tartósan a magyaroknak, ha nem lesz jó iskola. Ez az első alap, amiről egyébként ezek a tiltakozások szólnak. A pedagógusok közalkalmazottak, nyilvánvalóan megfélemlítés is zajlik. Sorra kapom én is egyébként a tiltakozó pedagógusoktól, a szakszervezeti tagoktól, hogy milyen nehézségeket gördítenek a tankerületi vezetők, hol packán velük. De ennek ellenére én büszke vagyok mindenkire, aki ma egy ilyen autoriter rendszerben is felemeli a hangját, és a maga módján, főleg a gyerekekre, a fiatalokra, és arra a pedagógus társadalomra, és természetesen a szülőkre is, akik segítik őket, és nem is szabad ezt feladni. Az oktatás ügye az nyilván egy társadalmi ügy, de kérdés az, hogy mikor lép át arra a szintre, amikor a társadalom egésze, vagy nagyjából egésze érzi azt, hogy ez ügyben valamit tennie kellene. Ameddig nem, addig nyilván a kormány elpackázhat, úgy, ahogy azt az elmúlt években tette. El is packázza, nem okoz az oktatás helyzete, az egészségügy helyzete, és nagyon sok minden jóléti rendszerünknek a teljes leépülése, nem okoz a Fidesz szavazókban szavazói preferencia változást ez a helyzet. Mert akkor, amikor szembesülnek azzal, hogy a párizsi, a tejföld drága a boltokban, magas az infláció, a nyugdíj, a bér egy Fidesz szavazónak is egyre kevesebbet ér, a külön órákra egyre többet kell kifizetni a fideszes nagymamának is, az unokájának, de mégiscsak identitásában azért azt látja, hogy hát a Horthy szobor csak ott van a parlamentben, a Nagy Magyarországság csak ott van a fővezérünk Orbán Viktor nyakában, itt van a főispánok, itt az egyház, azért mégiscsak a mi világunk kormányozza ezt az országot, és nem számít neki az a politikai realitás, amit az országnak a másik fele viszont igényelne, és hát ma többségben vannak a fideszes szavazók, ezért óriási a felelősség a demokratikus ellenzék egészének, és benne természetesen az MSZP-nek is, hogy milyen politikát követünk, például a 24-es önkormányzati vagy európai parlamenti választások. Na, ha már ezt szóba hozta elnök asszony, akkor hadd kérdezzek egy kicsit talán kellemetlenebb irányból az ellenzéki együttműködésre. Az embernek olyan érzése van, mintha fogyna az MSZP, és ezzel párhuzamosan egyre inkább nőne a DK. Újabb és újabb szocialista politikusok válnak DK-s önkormányzati képviselővé, alpolgármesterré, polgármesterré. Tehát valami olyan folyamat indult el, ami most már nagyon látványos. Pedig az eleje is persze ilyen volt, hiszen a DK őstörténete is ez. Látványosnak hat, de arról soha nem beszélnek egyébként a sajtóban, hogy a DK-ból például hányan lépnek ki. Mert az nem látszik, de ez meg igen. Mert nem mondják, meg nem hozza le a sajtó, meg mások, az ellenzéki pártok többsége nem csinál ebből politikát. Tehát mi az országról beszélünk,
mi az oktatásról beszélünk, ezért hívott ön is fel, szerkesztő úr. Én arról beszélek, hogy hogyan lehet egyébként többek között jóléti rendszereket befordulatot hozni Magyarországban. Magyarországnak, nekünk baloldaliaknak, MSZP-seknek. Ez a fontos. Hát a DK-nak meg még árnyék kormánya is van, látja. Másnak meg más a fontos, ahogy látom. De én ezt nem tartom egy jó folyamatnak, mert minden ilyen, ez tulajdonképpen árt a demokratikus ellenzék közös ügyének, a demokratikus és jóléti Magyarország megteremtésének. És az a baj, hogyha ezzel van elfoglalva a legnagyobb pártja az ellenzéknek, akinek a legnagyobb felelőssége lenne, ebből nem lesz új Magyarország, de még új ellenzéki politizálás sem. De miért nem lehet? Azért nem lehet, mert rosszak a DK alapjai ehhez, hogy egy ilyen nagy ellenzéki pártként ellensúlyát képezze a nagy kormánypárti Fidesznek? Mert a NER-ben vagyunk. Tehát nem egy demokratikus környezetben vagyunk, ahol szabad a sajtó, ahol mindenkinek jut annyi forrás, hogy a demokratikusan tud kampányolni, hanem a nemzeti együttműködés Fidesz autoriter rendszerében vagyunk, amelyben nagyon nagy felelőssége van mindenkinek, aki az ellenzéki oldalon politizálhat. És ezzel azt mondja, hogy a DK rosszul él ezzel a felelősséggel, akkor, amikor átsábítja a politikusokat különböző pártoktól? Én azt hiszem, hogy a Jászberényi választáson a DK szavazók is elmondták a DK politikájáról a véleményt. 4 MSZP-s, Kossuth-körös, 2 jobbikos, 2 momentumos összeállt, csinált egy egyesületet, mindenki tudta a településen, hogy ők az ellenzék és mely pártokhoz tartoznak. Azok a pártok, akik kimaradtak, azon pártok szavazói is tudták, ha valóban valaki a Fidesz-tel szembe akar szállni, akkor hova kell húzni az X-et, mert a szavazók mindig a Fidesz ellen politizálnak, és nem trükköznek, meg nem taktikáznak. Azt gondolja tehát akkor, hogy ez a DK részéről trükközés és taktikázás csupán? Tehát, hogy gyakorlatilag fel akarja zabálni az ellenzéki oldalt? Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ellenzéki oldallal így mi történik. Lesz-e több szavazója a demokratikus ellenzéki oldalnak? Hát nem az diktálja a józan paraszti ész, és az MSZP-sek ebből a 2 millió szavazóból, amit 22-ben elnyert az ellenzék, én 2,5 akarok, meg 2,7%-ot, és nem 1,5 milliót, de az egyszínű legyen. Hát nem csak a demokratikus MSZP és mi voltom mondja azt, hogy egyébként, ha egységesülni akarunk, csak a demokrácia és a sokszínűség erdője alatt tudjuk ezt megcsinálni. Ez ma a politikai történelmi realitás. Nincsenek évei, szerkesztő úr, tovább ennek az országnak. Nincsenek. Nem lehet feláldozni a következő választásokat öncélúan egy pártnak az oltárán. De egy párt sem lehet, az MSZP sem lehet öncélú, a Momentum sem lehet öncélú, egyik párt sem lehet öncélú. Na de az egy állandó ellenér volt az ellenzéki oldalon, hogy a széttagoltság mennyit árt a választási esélyeknek. Hát akkor most a széttagoltság ellen itt van a DK ellenszere. Nem a széttagoltság okozott, hanem az együttműködés őszinte. És az most ilyen körülmények között menni fog azzal a DK-val, amelyik láthatóan megpróbálja meggyengíteni a többi pártot? Ezért mondtam, hogy károkat okoz. Ön szerint lesz egy DK-s polgármesterből újra polgármester, hogyha nem teremti meg az együttműködés feltételeit a településen? Lesz egy Momentumos polgármesterből? Lesz egy MSZP-sből? Hát mit gondolnak azt a kedves rádióhallgatók? Miért csinálja egy napon az európai parlamenti választást és az önkormányzati választást a Fidesz? Hát a 19-ben elnyert demokrata vezetésű településeket úgy akarja kitakarítani onnan a Fidesz, és vissza akarja venni. Ezt fideszessé akarja tenni újra ezeket a településeket. És ha azt olvasom az újságban, hogy az egyik párt azt mondja, hogy nincsenek tárgyalások, és nem tartja időszerűnek, akkor mit tart időszerűnek? Ha nem azt, hogy egyébként a Fidesz-szel szemben, helyben, a településeken, a civilekkel együtt a pártok megteremtsék a feltételeit annak, hogy elinduljanak a választásokon és készüljenek. Hát minden nap, minden héttel, minden hónap késlekedéssel a Fidesz már hajtjuk a vizet. Így is lehet politizálni, de akkor engedtessék már meg, hogy ez nekem nem MSZP-sként ne tetszem. És mindent megtegyek azért, hogy a Fidesz-szel szemben a csapatot fölállítsam. Ön egy pártelnöke, aki találkozik nyilván a másik pártelnökével mondjuk a parlamentben, hogyha máshogy nem, de hát fel tudja hívni Gyurcsány Ferencet, vagy akár fel tudja hívni Dobrev Klárát, megtette? Beszéltek erről? Korábban történt ilyen beszélgetés, sajnos arra hány gyorsul. Tapasztaltam,
Nem minden DK-s ilyen egyébként. A DK-ban, főleg a szavazók részéről, de nagyon sok politikusuk is egyébként nagyon reálisan látja a helyzetet, főleg a városvezetőik aggódnak azért, hogy vajon mikor fogják megcsinálni, tudni így megcsinálni, elnézést a magyar talanságért az együttműködést. De én azt hiszem, hogy még egyszer mondom, nem lehetünk olyanok, mint a Fidesz. De hát pont ezek, bocsánat, pont az ön által hivatkozott városvezetők azok, akik a legnagyobb számban átmentek a DK-hoz. Hát ugye a fővárosban is polgármester, most Szombathelyen az alpolgármester, meg egy önkormányzati képviselő, tehát aggodalmukban oda mennek? Nem, nem aggodalom, a DK-s városvezetők aggodalmáról beszéltem. Sajnos sokszor nem önkéntesen mennek a emberek ide vagy oda. Ha nem. Azért ezt szeretni. Én szerintem nagyon sok polgármester jelzi azt a nyomásgyakorlást, hogyha valaki nem akar mondjuk a választásokon két frontos csatát vívni, ha nyugalmat szeretne maga körül, akkor bizony meg kell állapodni. Ezzel azt mondja, hogy a DK zsarolja a polgármestereket? Én azt mondom, amit a polgármesterek majd jeleznek felénk, hogy bizony meg kell azokat az alkukat más pártokkal, és ez néha nem az együttműködés. Nem tud az együttműködés alapja lenni a másik fél miatt. Nagyon keményen fogalmaz, nem tart attól, hogy erre most érkezik egy kemény DK-s válasz? És tovább eszkalálódik ez a vita a két párt között? Nem, mert szerintem a szavazók világosan látják, hogy ez az út így nem mehet tovább. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke volt a vonalban, viszont hallásra. Minden jót kívánok!